A 25. kérdés. Hogyan válaszol az ember az önmagát kinyilatkoztató Istennek? Az ember a kegyelem segítségével, a hit engedelmességével válaszol az önmagát kinyilatkoztató Istennek. A hit engedelmessége teljes ráhagyatkozás Istenre, elfogadása az ő igazságának, melyért ő kezeskedik, aki maga az igazság. A 26. kérdés. Kik a hívő engedelmesség legnagyobb tanúi a Szentírásban? A sok tanú közül kiemelkedik kettő. Az első Ábrahám, aki próbára tétetvén hitt Istenben. Mindig engedelmeskedett a hívásnak, ezért minden hívőnek atya lett. A második a boldogságos Szűz Mária, aki egész életében a lehető legtökéletesebben valósította meg a hívő engedelmességet. Mondta, fiat mihi secundum verbum tuum, legyen nekem a te ígéd szerint. A 27. kérdés. Mit jelent az ember számára, hogy hisz Istenben? Azt jelenti, hogy Istenhez ragaszkodik, őrá bízza magát, és elfogadja tőle az összes kinyilatkoztatott igazságot, mert Isten maga az igazság. A három személyű egy Istenbe, az Atyába, a Fiúba és a Szentlélekbe vetett hitet jelenti. A 28. kérdés. Melyek a hit sajátos jellemzői? A hit az üdvösséghez szükséges természet fölötti erény. Isten ingyenes és mindazok számára elérhető ajándéka, akik alázatosan kérik. A hit cselekedete emberi tett, azaz az emberi értelem tette. Az értelem az Istentől indított akarat hatására szabad beleegyezését adja az isteni igazságokhoz. A hit biztos, mert Isten igéjére támaszkodik. Tevékeny a szeretet által. Isten igéje hallgatásának és az imádságnak köszönhetően folytonosan növekszik. Már most megízlelteti velünk a mennyország örömét. A 29. kérdés. Miért nincs ellentmondás a hit és a tudomány között? Azért, mert jól lehet a hit fölülmúlja az észt, soha nem lehet ellentmondás a hit és a tudomány között, mert mindkettő Istentől ered. Maga Isten ajándékozza az embernek mind az ész, mind a hit fényét. A 30. kérdés. Miért mondható, hogy a hit személyes és egyházi cselekedet egyszerre? Azért, mert a hit személyes cselekedet, mert az ember szabad válasza az önmagát kinyilatkoztató Istennek. Ugyanakkor egyházi cselekedet, melyet a hitvallás így fejez ki, hiszünk. Ugyanis az egyház hisz. A Szentlélek kegyelmével megelőzi, megszüli és táplálja az egyes keresztények hitét. Ezért tanító és anya az egyház. Szent Ciprián mondja, nem lehet az Isten atya annak, akinek nem anyja az egyház. A 31. kérdés. Miért fontosak a hitvallások? A hitvallások azért fontosak, mert a közös nyelv használatával lehetővé teszik a hit igazságainak kifejezését, elsajátítását, ünneplését és másokkal való közlését. A 32. kérdés. Hogyan egyetlen az egyház hite? Úgy, hogy az egyház jól lehet különböző nyelvű, kultúrájú és szertartású hívőkből áll, egy hangon vallja az egy Úrtól kapott
és az egy apostoli hagyomány által továbbadott egyetlen hitet. Egyetlen Istent vall, az Atyát és a Fiút és a Szent Lelket, és az üdvösség egyetlen útját járja. Ezért egy szívvel és egy lélekkel hisszük mindazt, amit Isten hagyományozott vagy leírt igéje tartalmaz, és az egyház, mint isteni kinyilatkoztatást elénk ad.